Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most bizony nem más lesz, mint amit már láttatok amúgy a címen meg az indexképen is. Győzikét fogjuk megkeresni, vagyis az ő bázisát, vagy valami hasonlót megkerestünk majd a Minecraftban, és hát nem nagyon húzom tovább a szót. Kezdjünk is bele, szerezzünk egy kis tuccot, és valami, most igazából semmilyen útmutatónk nincsen, hogy hogyan kéne őt megtalálni, vagy merrefelé kéne menni, de én azt mondom, hogy gyors, kiszedek itt pár ugye fát, meg hasonlót, kicsikét szedek azért köveket, aztán neki indulunk a helyzetnek. Kaptunk itt egy chestet, amiben igazából van kaja, igen, kaját ezt legalább kaptunk, azt azért legalább nem kell gyűjteni. Szóval ennyivel vagyunk csak megáldva, gyorsan akkor ugye csinálok egy csákányt, és akkor kiszedem az alap cuccokhoz való cuccot, körülbelül így, ja, ezt nagyon magyarul elmondtam, és akkor ja, szedjük ki gyorsan követ. És amúgy srácok, a mostani, ó, itt van egy barlangféle, na mindegy, itt van amúgy vas is, de most azt nem nagyon fogom szerintem kiszedni. A mostani budapesti playout, nem tudom, hogy most lesz, de azt hiszem, hogy lesz egy, azért mondom el, mert ezen most mi nem leszünk kint, viszont az augusztusi mansion valószínűleg ott leszünk, nem ígérek semmit, nem is mondom tényleg 100% biztos, hogy mi ott leszünk, majd ez ki fog derülni, de mindegy, hogyha ott leszünk, akkor ott leszünk, hogyha nem, akkor nem, majd szólok nektek erről valószínűleg valamelyik videóban vagy közösségben, majd ki fogom nektek publikálni. Na, csináljunk akkor ugye egy kőkardot, amit ma megcsináltunk, csináljunk egy csákányt, és akkor ugye egy baltát, nagyszerű, ezeket szépen így elrendezzük, jó? És igazából tényleg fogalmas nincs, hogy merre kell menni, de a videó elején már láttam itt egy ilyen templomot, szóval én ide be fogok nézni, mert ugye a templomból szokott lenni chest, és azt azért nem ártana mondjuk esetleg megnézni, hát ha kapunk benne valami útmutatót, vagy valami kis jobb cuccot talán, és amivel nagyon nincsen más nyomunk pillanatnyilag, amit mi meg tudnánk nézni, ezért bizony ide fogunk most egyelőre bejönni. Na, itt hol kéne nekem bejutni? Igazából itt van a bejárat, de ez így be van fedve üveggel. Mi ez? Festménye? Mi? Srácok, miért vannak itt festmények? Szoktak ebbe festmények lenni? Diakard? Mi van? Van egy gyémántkard, van gyémántkardunk, jó, én nekem ezzel semmi bajom nincsen, meg tele van itt festményekkel, meg mindennel, jó, hát igazából igen, elvileg ide kéne nekem leugrani, mondjuk, jó, jó, oké, ezt jól sikerült, hogy ne tudjon felrobbanni, igen, a TNT, és jó, igazából itt a cuccokat, ezeket így gyors kifarmoljuk, mert hát, ha jól tud még jönni, fogalmam sincsen, jó, mi az? Befettek minket? Miért fettek be? És kifedett be? Na várjatok, jó, ide gyors megpróbálok felépíteni, minél gyorsabban, mert nem akarok meghalni. Nagyon nem szeretnék, jó, itt már fel tudok menni. Na, de jó, itt még mindig nem bírok feljutni, jó, gyors ezeket kijutom, jó. Kijutottunk, ezt én így visszafedem, mert nem biztonságos sej azért, mégiscsak nem akarok te beleesni. Ez ki volt, srácok? Ott van valaki. Ott van valaki, srácok, a fal mögött, na várjatok, meglepjük. Ő is meglepett, aha, aha, bujocskázunk, jó, bujocská, bujo, nem vett észre, nem hiszem, hogy észre, jó, észrevette, ez egyértelmű, de ne, na melyik oldalt, úgy, igen, ő győzik el, ajaj, nem kapsz el, de jó van, na, feladom, na, szia, győzik el, köszönöm szépen, te így köszönöm, hogy megütsz engem, hát ez nagyon csodálatos, köszönet, na mindegy. Hello, Győzike! Igazából mi még így nem találkoztunk így a Minecraftban, szóval ezért próbáltam, nem tudom, megkeresni így a bázisodat, hogy mégis milyen lehet. Szervusz, te mit keresel itt, ez az én templomom? Takarodj innen! Nem tudom, én nem a templomért jöttem, figyelj! Tudom, hogy kivettem a chestből a cuccokat, de én nem a templom miatt jöttem, én veled szerettem volna találkozni, meg megnézni, hogy milyen helyen vagy pillanatilag, meg ilyenektől, de én nem vagyok ilyen izé, hogy én nem tudom, kisajátítsam ezt a templomot, ez nyugodtan maradhat a tied, én csak szeretnék veled beszélgetni, meg ilyenek, legalábbis ezt reméltem, hogy azért ezt meg tudjuk csinálni. Nem érdekel, ide senki nem teheti be a lábát. Jó, mindegy, de most én ezt nem értem ezzel a problémát, Győzike. Tehát, hogy én tényleg én így csak is én, szóval távozz most. De nem akarok távozni, Győzike, én csak veled akarok kicsikét találkozni, meg... Most megdobott minket egy sebzéspotival. Győzike, ne! Nem akarom ezt, figyelj, nem kell ide balhé, nem értem, hogy miért kell ilyen közönyösnek lenni velem. Tehát most így, én csak tényleg jó fejként idejöttem. Itt kapsz egy kőkardot, tessék, kapsz egy kis csontot,
mit tudom én, kapsz facsákányt, varázskönyvet, botokat, húst, lópáncélt, mindent. Na, ide figyelj, először is rongálod a templomom. Mi az, hogy rongálom? Mindent visszaraktam, semmit nem rongáltam ki. Másodszor még mindig itt vagy. Jó, hát rendben van, hát akkor. Hogyha ennyire zavar téged, hogy én itt vagyok, akkor én tudom, hogy én elmegyek. Nem fogok akkor én veled vitázni. Látod ezeket az ókori festményeket? Kiütöttél egyet? Jaj, ne! Vissza lehet bármikor rakni ezeket a nagy ókori festményeket. Tudod, ez a Minecraft. Nézd, kiütöm a festményt. Látod ki... Eltűnt. Jó, kiütöm ezt a festményt. Visszarakom, és ott van! Látod? Ott van a festményed. Látod, ezzel nincs gond. Na jó, tudod mit? Ha nagy a szád, akkor gyere! Mi van? Versenyezzünk egyet! Mi az, hogy nagy a szám? Mi az, hogy nagy a szám? Én nem csináltam semmit! De jó, hát mindegy, akkor versenyezzük, győzik-e. Hogyha te versenyezni akarsz, megcsináljuk, srácok! Lájkkal biztosatok, gyerünk, mindenki nyomja azt a lájkot, és ha nyersz, akkor szóba állok veled. Az igen. Ha nyersz, akkor szóba állok veled. Jó van, hát most nem azért, de jó, oké. Rendben, hát akkor megnyerem, és akkor szóba fog velünk állni, győzik-e igazából. Nem azt mondom, hogy minden vágyam az, hogy szóba állj velem, de hát akkor jó, hát én csak azért csinálom, hogy oda verenselek akkor. Csak itt annyi a különbség, hogy nem PvP-zni fogsz. Na, hoppá, nem PvP, akkor mibe fogunk versenyezni? Mondjad akkor, hogy mibe kell versenyeznem, hanem egy csónak verseny lesz, a gyorsabb győz. Oké, mutasd, merre van a izé, itt van a víz. Jó, hol van a cél, mutasd, győzik el, meddig kell elmenni, vagy csak úgy megyünk egyenes arra fele? Jó, van, hát ragd le a csónakot, jó, menjünk. Gyerünk! Ja, adott nekem, jó. Jó, de akkor... De... Mi az, hogy te elindul? Várjál már! Ha ez csalás! Ez csalás! Te csaló vagy! Nem hiszem, hát hogy izé? Ez nem ér így, hogy te előbb elindul. Jó! Ez így nagy csalás! Szia! Hello! De... Mi, és még dobálja a tüzeket! Tehát kiégek! Ne! Eltűnt a csónakom! Nem hiszem... Jó, most különben kidobsz... De, hallod, ez milyen csalás már? Mi az, hogy ha? Mi az, hogy ha? Te csaló! Jó, ennyire... Most ez komoly? Most ez komoly? Most ez komoly? Te csaló! Jó van, játszhatunk így is. Játszhatunk így is, győzik. Hát jó, én akkor mindegy. Hát te választottad ezt az utat. Akkor így, aha. Nagyon, ajaj, azt már nem érem el. Azt már nem érem el, menni kell. Menni kell tovább. Édes Istenem, hogy milyen... Miért pont csalnod kell? Hát most én nem azért, de ezt nem néztem volna ki veled, meg nem is voltam. Az szép volt. Jó, mondjuk nekem is kiütődött, de hallod? Miért? Ez nem ér, ez nem is csónak verseny, ez játszol úgy, ahogy te akarsz ve... Ó, ott van a másik csónak. Menjünk, jó, ezt kiütöm. Jó, kiütöttem, előnyben vagyok, gyerünk. Jó, hát mindegy, ez jó, hát én ezt elfogadom, akkor versenynek most így elő vagyok teljesen. Jó, ott áll konkrétan egy helyben, nagyon király, és most... nem hiszem, mert most ez komoly. Halló, adjál már egy csónakot. Nem bírtam kiütni. Nem hiszem el, de már, gyors vissza kell menni, gyerünk srácok. Utol kell érni, valamiben csak, igen, lefele lassult. Jó, ki kell ütnünk, jó, kiüt, ez enyém is. Jó, közi a csónakot, köszi, ez pont kellett, köszi szépen, olyan ott jön. Jó, siessünk, nem tudom, hogy meddig tart a folyó. Itt a vége, haló, vége van, nyertem, igen, jó, ez az easy. Megnyertük, easy van, mondtam, hogy nyerni fogok, győzik. Na, most már akkor szóba vagy hajlandó velem állni? Végre elértük azt, amire mindig is vágytunk, srácok, egész életünkben. Szóba áll velünk, győzik el. Hát, gratulálok, sikerült család... Mi az, hogy család? Most ez komoly. Ez most komoly, most te vádolsz meg engem, hogy csalok? Most így, oké. Jó, rendben, hát... Persze, én csaltam, persze, igen. Én csaltam, nem te kezdtél el engem tűzgolyózni, meg villámozni, persze. De azért ne haragudj, tényleg jó voltál. Hát tudom, igen, odavertünk. Hát ez köszönhető a nézőimnek, mert lájkoltak. Látod? Amivel sokan lájkoltak, ezért nyertem. Boldogas, hogy igen. Igen, na látod? Nem kellett volna alábecsülni téged. Hát igen, valóban. Na, győzik-e? Most válaszolj azért a kérdésre, arra a kérdésre, amire ide jöttem. Hogy vagy? Én csak ezért jöttem. Hogy vagy? Mi a helyzet? Mi az, hogy nem? De győzik-e? Nyertem? Azt mondod, hogy szóba állsz velem? A nyereményemért ennyit kérek? Hogy vagy? Válaszold meg. Válaszold meg ezt a csodás kérdésemet, hogyha hajlandó vagy végre velem szóba állni. Ennyi az egyetlen egy kérésem. Gyerünk.
Jól vagyok, köszönöm szépen, most még jobban, hogy itt vagy. Ó, tehát ennek örülök, tessék. Tormit, ezt szereztem a templomodba, odaadom neked, nem kell. És te? Én is jól vagyok, köszönöm szépen. Na, akkor mostantól tök jó baráti viszonyt fogunk ápolni, legjobb spanok leszünk, örökké, és mind a ketten, nem tudom, visszavigyelek? Igazából nem kell, szerintem én már úgyis lassan elköszönök. Én csak ezért jöttem, hogy beszélgessék veled pár szót, de mindegy, örülök, ha jól vagy, jó rendben, örülök, ha örülsz. És gondolom, te is örülsz, hogy én örülök, és én is örülök annak, hogyha te örülsz, hogy annak vagy. Jó, na, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ebben a videóban, eléggé mókás volt és vicces, hogyha tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és 2 perc múlva kezdődik a nagy csatornám a következő premier, ott is lehetek, ott is tartsatok velem. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és legyen szép napotok, és hát holnap suli, de nézzetek a jó oldalát, ez azt hiszem, hogy az utolsó hét talán. Vagy nem biztos, hogy az utolsó hét, de már nagyon közel van igazából a nyár. Szóval tényleg már nem kell sok ahhoz, hogy vége legyen az iskolának. És hát remélem, hogy remélem még talizunk, hát én is remélem. Szóval tényleg már nem sokat kell kibírni, sok sikert srácok, és tényleg találkozunk legközelebb. Sziasztok!